Tehát négy macskáról lesz szó. Ugye a tavalyi évben is már említettem ezt az első két jószágot. A Hufe egyre keresztelt azért, hogy nem mindig keresztneveket adjunk, ugye, mert ezt a svájci módit próbáltuk ugye itt is már rögtön beépíteni. A lényeg az, hogy nem Katikának, meg Piroskának hívtuk ezeket, hanem ugye kód volt igazából, amit kaptak. A nyakör kódja volt igazából, amit az Ekoton biztosított számunkra. Tehát ugye külső bélyegek alapján alapvetően vadmacskának kinéző egyedeket próbáltunk ezekkel a nyakörvekkel ellátni. Igazából egy ilyen pilot projekt jelleggel folyt egyébként ez a vizsgálat. Ennek már a lehetőségek szűkössége miatt se nevezni tudományos alaposságú vizsgálatnak. Alapvetően nem az volt a cél. Az volt a cél, hogy ezeket az új eszközöket, ez a GSM alapú eszközöket megpróbáljuk belőni, illetve amennyiben lehetséges, kideríteni, hogy a mi középhegységi viszonyaink között, vagy alföldi viszonyaink között mennyire használhatók ezek a berendezések. Tehát visszatérve a kis állatkáinkra, ugye az első példány az Eger és Ostoros között egy elütött példány volt, ennek egy olyan sztória volt, hogy aki összeszedte az útról, egy fiatalember, ő ugye próbált valamiféle ellátást adni a szerencsétlen macskának, és valahogy úgy sikerült a történet, hogy már az édesanyja hívott föl a fiatalembernek, ez egy 28-30 éves fiatalember volt. Az édesanyja hívott föl minket riadtan, hogy mi legyen, mert a fiát már nagyon harapgálta egy macska. Hát nyilván ez egy nagyon sajnálatos dolog, de aztán végül is bekerült ez a vadmacskának kinéző egyet hozzánk. Törései voltak, tehát komplett problémái voltak az állatnak, de igazából 2022. júniusában sikerült őt elengedni. Az eredeti élőhelyhez viszonylag közel, egy 5 kilométeren belüli területen engedtük el, ahol ugye az elütés korábban megvalósult. A Hufe 2-es jószágunk szintén egy nőstény vadmacska kinézetű jószág volt. Ez alapvetően egy élvefogó csapdából került be hozzánk, és a gond az volt vele, hogy egy baromfi telepre járt be rendszeresen, és ugye ott nem túl nagyon örültek neki. Ez az állat viszonylag hamar elengedésre került, szintén a korábbi élőhelyén, tehát Tenk község volt, ami az ő kis otthon területe volt, Heves és Tenk között, és bejárt onnant a faluba, és azt, amikor ez a történet folytatódott, ugyanott megpróbálkoztunk egy kicsit távolabbra, levinni ezt a jószágot, ez a Tisza ártére került kiskörére, ahol megint egy felfedezést tettünk, illetve hát a macska is, mert újra ezt a notórius tevékenységét egy újabb baromfi udvarba helyezte át. Tehát nagy különbség nem volt, a életre való jószág volt, majd a térképekről azért pár dolgot, majd még több dolgot el fogok mondani. A idei év újdonságai voltak ez a Hufe 01/2, tehát az azt jelentette, hogy ugye az előzőeknél, mivel ugye a nyakörv sorszáma egyezett, ugye már sejtitek gondolom a végkifejletet, hogy vissza kellett reciklálni ezt a nyakörvet, tehát nyilván ez haláleset után volt lehetséges, de erről majd később, tehát recikláltuk úgy a nyakörveket, és akkor ugye lett ez a Hufe 01/2. Ez egy észak-bükki állat volt, szintén egy élfogó csapdából került elő, amit a helyi vadgazdálkodó alapvetően duvadítása rókára használ, de annyira érdeklődött, hogy miket fog még, hát előbb-utóbb ugye mások is bekerültek, így ez a vadmacskának kinéző jószág is. Erről nincsen genetikai eredményünk jelenleg még, a minta le van gyűjtve, ben van, jelenleg ugye az óriási pénzösszegek reményébe próbálunk nitrogénbe tartani ilyen mintákat, úgyhogy várjuk meg ezt a lehetőséget, és akkor nyilván ezt majd pontosítunk. No, és akkor a negyedik állatunk, ez a Hufe 02/2. Ez viszont egy szintén baromfi udvarba ténykedő jószág volt, hogy változatos legyek. Ez egy ilyen végelgyengülési állapotba levő nőstény volt, aki megkockáztatta szerintem utolsó erejével azt, hogy valami kajához jut. És egy olyan profin zárt, mondjuk, hogy ketreces tartásnak megfelelő, ilyen nagy ketreces, tehát 2 méter magas, de egyébként mindenhol bezárt baromfi közé keveredett be, ahol volt egy macskafejnyi lyuk, amin be tudott jutni, a szarú fáknál volt, talált egy ilyen lyukat, és akkor ott ment be.
És mivel kivinni nem tudta az elkapott tyúkokat, így addig-addig hajszolta őket, illetve addig próbált zsákmányolni, amíg hát nyilván az összeset leölte, mert nem bírta kivinni egyiket se. Tehát próbálta, tehát ez nagyon szépen egyébként a pályán kiderült, hogy próbálta orrot, tehát fejjel kifele kituszkolni, akkor háttal kifele nem ment, de az a jó pár csirke sajnos ez bánta. És így került arra sor, hogy ezt a nagyjából azt hiszem májusban került befogásra ez az idős példány. Ez sajnos egy nem is roboráló kúra volt, mert azért ez eltartott több hónapig, amíg azt a kondiát, amit úgy gondoltuk, hogy most már el lehet engedni ezt az idős nőstényt, hát eltartott egy pár hónapig, amíg hát azt mondom, hogy sokkal jobb állapotban volt, és szabadon engedésre alkalmasra gondoltuk ezt a példányt. Hát nagyon röviden itt ugye az első két példánynak a térképét sikerült nem letörölni, a második kettőjét azt majd elmondom, mert azt sikerült letörölnöm itt az előadásból. Tehát a kék és a zöld kis karikák, ezek remélem látszódik, zöld, nem sárga, itt igen, megvan. Tehát ahogy áthelyeztük, annak is a helye látszódik, illetve sárgával ugye itt, vagyis hát legyen zöld akkor. Itt a kiskörei elengedési helyszín, tehát jóval lejjebb vittük, ennek majd lesz egy kis jelentősége. Ugye ez a jeladó, ez egy lengyel cégnek a gyártmánya, alapvetően ez a napelemes rendszer, ami ugye a logika szerint azért elég furcsa, hogy ugye napelemes rendszert próbálunk egy éjszaka aktív állatra, vagy inkább éjszaka aktív állatra fölrakni, megmondom őszintén, ilyen takarékossági okokból történt ez a dolog. Egyébként nagyon nem bántuk meg, mert ugye ami ugye itt felmerült korábban is, hogyha jól van optimalizálva, egy internetes platformon lehet változtatni ugye a jeladásnak a sűrűségét, nyilván így az energiafelhasználási opciókba is be lehet nyúlni alapból. A lengyel rendszer napi 6 darab jelre van optimalizálva nappal aktív állatoknál. Itt teszteltük ezt is, nyilván alapvetően az elengedési időpontban próbáltunk erre koncentrálni, hogy ott sűrűbb legyen a jel, és akkor utána visszavettük, amikor már láttuk, hogy nagyjából belakta az élőhelyet. Tehát az a szerencsés eset volt, hogy annak ellenére, hogy ez a napelemes rendszer lett kiválasztva, úgy gondolom, hogy azokat a minimális célokat elértük vele, illetve alkalmasak gondoltuk, annak ellenére, hogy rengeteg olyan egyéb opció van a anyaköv tudásában, amit nem használtunk ki, de legalább azokat az alapokat szépen szolgáltatta a készülék, vagy ezek a készülékek, amire szükség volt. És akkor a sztoria nagyon röviden mindegyik állatnak. Tehát jellemző volt az, hogy ugye annál az állatnál, ugye ami ugye sokáig sérültem volt benne a cégnek a mentőhelyén, az ugye egy pár napos, mondjuk úgy, hogy felderítés után már aktívan ügyesen használta a helyet. Néha azt is észlelni lehetett ugye a gyakori jelsűrűség miatt, hogy teljesen jól mozog nappali időszakban is, a településeket egyértelműen vagy nagyon nagy, mondjuk úgy egy 100 méteres, 200 méteres megközelítéssel azért kerülgette. És hát ugye ami a nyakörvcserének ugye a logikájából fakad, hogy ugye bő két hónapot bírt ez a nyakörvezett állat. Ez nyilván rámutat arra, hogy ugye egyszer már érte baleset, és másodjára, ha csak nem is gyárilag is, de sajnos ez a macskákban benne van, hogy viszonylag sérülékenyebbek, amikor ugye át kell kelni ezeken a forgalmas útszakaszokon. A kettes állat ugye az nagyon ügyesen, rafkósan használta a terepi fedezékeket, tehát abszolút vadjószágként mozgott, ugye hát ő is ugye az eredeti élőhelyére került vissza. És ugye ez a notórius csirke predáció azért ez nagyon szépen visszajött, ahogy említettem már, ugye az következő átpakolási helynél, vagy áttelepítési helynél is ez megjelent. Illetve volt egy nagyon érdekes jelenség, ezt majd a térképen meg tudom mutatni, hogy majd 25 kilométeres távolságból is megpróbált visszatérni arra az eredeti, tehát kisköréről tenkre gyakorlatilag megpróbált visszajutni, és szinte pár száz méter választott el az eredeti élőhelytől, utána meg visszament kisköréhez, ez majd a jeladó adataiból nagyon szépen ki fog derülni.
Az élőhely használata pedig teljesen változatos volt, ugye egyrészt megvolt a fix táplálékbázis, ami a csirketele, illetve azok a egyébként normál táplálkozó területek, ami erdősávokhoz, gyepekhez kapcsolódik, ez majd remélhetőleg látszani fog. Ez a kicsi kettes jószág, ugye, ami a vadász által lett ugye befogva, ugyanarra az élőhelyre lett visszarakva az északbükkbe Tardon a környékére. Ez gyakorlatilag január végén lett befogva, és akkor február, március, április hónapban, ez májusban is szépen tudtuk követni az évszaknak megfelelő viselkedését. Ez is majd remélem látszani fog, illetve hát egyszer csak nyomtalan eltűnik. Tehát úgy, hogy még a jeladó is valószínűleg pont abban az időszakban sérült, mert ugye napi erre állítottuk át akkor azt a jeladót, hogy pont abban az időszakban, amikor ugye nagy távolságot tett meg, azért nem találtuk vissza a jeladót. A negyedik jószág az viszont ugye ebből a elaggott állapotból talán fakad, talán nem, ezt nem tudjuk. De igazából néhány nap után eltűnt. Egy út áterezt, tehát ahogy egy ilyen erdészeti út volt egy út áterezt, és valószínűleg ott egy rókával akadt össze, mert mind a testnek, tehát a tetemként, amikor előkerült, akkor egy széthúzott állapotban volt, tehát külön volt a feje, külön voltak egyéb alkatrészek, azt gondolom, hogy valószínűleg bepróbált menekülni egy út áteresztbe, ahol volt egy lakó, aki nem szívesen látta, viszont anyakörhoz visszakerült. És akkor hát itt kéne az a profi cucc, ami nincs nála, ez a kis mutogató pálcika. Talán ugye a tóték azok, ugye ott Eger környékén vagyunk, és akkor itt lenne ostoros Novajbogács szomolya látszódik a térképen. És hát a lényeg talán, hogyha a legkorábbi, nagyjából június 19-e, talán az a legkorábbi dátum ott a közepén, nagyon szépen, hát már amennyire látszik, ugye nem akartam össze a vonalas összekötést erre fölvinni, mert nagyon krikszkrakszos lett volna. Tehát az elején ott nagyjából a térkép közepén volt egy ilyen próbálkozás, tehát fölmérte egyáltalán, hogy hol van, ugye több hónap után került ki a természetbe, próbált szerintem tájékozódni. Utána már egészen eljött ide a falu szélére, ott figyelgetett, és akkor igazából már egy olyan, ugye látszik itt, hogy 2 kilométeres, ugye a beosztás, nagyjából ilyen kilométeres túrákat azért már bevállalt, hogyha a dátumozott pontokat megpróbáljuk összekötni. És akkor itt már, mivel nem volt olyan össze-vissza mozgása az állatnak, itt már összekötöttem az egyes pontokat is, egy kicsikét odébb települt, és ez az észak-déli irányú felderítés, tehát egészen a bőknek a várvölgy, ugye a várhegy a legészakibb terület, tehát gyakorlatilag fölnézett a bükre, és akkor utána észak-déli irányba gyakorlatilag bátran mozgott már. Ez a júliusi adatok is benne vannak már. És akkor itt a vég, tehát a kis házikó volt ugye a augusztusi kezdő időpont, és akkor ahogy lejött itt a mezőkövesdi, talán látszik, talán nem látszik, ott a közútnál ugye, ott érte a vég, az a hirtelen éjszak az volt, hogy a jeladót én hazavittem. Tehát az annyi is 2 napig ott volt még nálam, ott próbáltam a dögszagot lepucolni róla. Tehát igazából ez az elütött macska ugyanazt a sorsot teljesítette be, ami neki ugye előzményként ott szerepelt. Akkor ugye van ez a csirketelepes állatka, ugye lehoztuk az állatot ugye tenk határába, ugye ez a föntről bejövő nagy-nagy élénkjel, és akkor látszik, hogy a forrás, a kaja forrás azért nagyon szép, ott van a falu szélén, és akkor annak ellenére, ugye, hogy ő ott nagyon jó kajához jutott, szépen kimászkált a környék facsoportjaihoz, gyepeire, és akkor ott táplálkozott. És majd ezzel kapcsolatban lesz majd még egy izgalmas dolog, ami majd a végére hagyok. És akkor nagyon szépen mutatta azokat a vadmacskára jellemző, tehát fásbokros helyeknek a bejárása, vizes élőhelyek peremén is azért mászkált. Ezeknek az adatoknak a feldolgozás egyébként nem történt meg, hogyha valakit majd érdekel, fel akarja dolgozni, annak tudunk ilyen jellegű elfoglaltságot is biztosítani, tehát megosztjuk szívesen, hogyha kell. És akkor ez a kiskörei
nagyjából 25 kilométerre való letelepedés után a helyzet. Ugye kimondottan az ártére került ki, akkor a gyepeknél elkezdett táplálkozni, és akkor ahogy neki bátorodott már ugye kiskörére is bejárt, illetve a környékbeli gyepeken, ugye itt halmozódik a térkép közepén az előfordulások zöme, gyakorlatilag oda ment. Illetve itt van az az érdekes jelenség, ami nem tudom, hogy vadmacskánál ismerte, hogy ilyen távolságukat, tehát ez egy 20, ugye itt 8 kilométer, itt látszik, hogy mekkora itt az alján. Tehát összességében egy 25 kilométeres távolságot megtett, tehát visszament az originátos tenkközség, heves, illetve tenkközség határba. Tehát számunkra is meglepő volt, hogy ekkora túrát tesz, és utána vissza is fordult, amit meg már tényleg nem tudtuk hova tenni. Kalibrált a GPS. Ez egy nőstény volt, igen. A sztori ugye nagyon szépen kirajzolódott, utána megírált már erre a Baromfi udvarra. Ahogy teltek a hónapok, valahogy ez lett már a kedvenc kajája, és akkor egyszer csak azt találtuk, hogy nincs meg az állat. Akkor a 01/2-es, ugye ez a vadász által elkapott tardona, tehát egy északbükki vadmacskának a története. Nagyjából, ahol a házikó van, ott volt egyébként a csapda is. Próbáltuk azért minél autentikusabban oda tenni, ahol befogásra került. Ott, hogy látszik, talán a képnek a világos zölden jelölt része ugye az a település. Tehát a településtől olyan bő 500 méter, 1 kilométerre volt az aktivitásának a fő területe február hónapban. Aztán ugye ez a pacsmagolási idő talán kiderül, hogy itt két helyet próbált, esetleg két nőstény teritoriumát próbálta jobban földeríteni, ez talán belemagyarázható. Nyilván ennek semmiféle ellenőrzését nem végeztük el, tehát azért ez bizonyos szempontból hiányos, tehát az őrök nem voltak rá küldve az élőhelyre ilyen szempontból. Egyéni érdeklődés természetesen volt, de a macskákra nem akadtunk, illetve a májusi időszakban, amikor már vége volt ennek a nagyon komoly tevékenysége járó pacsmagolásnak, akkor egy sokkal kisebb területre szorult vissza ennek a kandúrnak az élete. Hát ő is egy út mellett végezte, és az ő sztoria ez volt. A negyedik állat, ugye, mivel viszonylag pár nap után elpusztulva talált, tehát pár nap múlva ugye már eltűnt a jel, bement ebbe a áterezbe, hónapokig nem is volt jel, és valószínűleg egy eső kimosta a nyakörvet szó szerint az áterezből, is úgy találtuk meg, hogy szerencsésen a napfele fordult a napelemes része a nyakörvnek, és ennek volt köszönhető, hogy utána éppen egészségesen és működőképesen visszataláltuk ezt a nyakörvet. És akkor van még ennek a sztorinak ugye egy újabb problémája, ami egy érdekes témát vett föl. A második mocska, ez a csirketelepes, ez gondozott egy tarkát. Biztosan tudjuk, tehát genetikai vizsgálat alá támasztja, hogy fajtiszta vadmacska nőstény volt, és most a dátum, most ezt én sem látom, de igazából nagyjából július elején hordta még a táplálékot, kis nyulat, bármit a kölykének, valószínűsíthetően a kölykének. Hát ugye ez megint egy másik problémakör, ami igazából négy ilyen nagyon rövid macska jeladózásos történetből kiderül, hogy az előtések, ugye a forrás, tehát a táplálék forrás függőség az nagyon opportunista dolgokra teszi képessé ezt a nagyon ügyes kis ragadozót. Az, hogy az utak milyen problémát jelentenek, az egyértelműen kiderült, illetve az is, hogy ez a hibridizációs történet, ez valahol tényleg ott van a faj történetében. És annak ellenére mondom, hogy kicsi a mintaszám, kicsi volt az, amit ebben, kicsi idő volt, amit tudtunk ezzel a témával foglalkozni, és jövőben természetesen szeretnék ezt bővíteni. Nagyon jó rámutat, hogy milyen veszélyeztető tényezők, hogy milyen problémák vannak esetleg. Gyakorlatilag a négy állatból négy esetében milyen gondokkal tudunk találkozni.
És akkor nagyjából ennyit gondoltam, hogyha kérdés van, és tudok rá válaszolni, akkor várom. Hogyha nincs, akkor megköszönöm szépen.